Mint arról korábban már beszámoltunk, Makóváros önkormányzata és a Szirbik Miklós Egyesület tagjai az elmúlt hétvégén lerótták tiszteletüket a város egykori híres szülötte. A fiumei kikötő tervezője hajnal Antal emlékére állított táblánál. Majd úgy gondolták, a Maros folyón eddigi számos túrát szerveztek. A mostaninak miért ne adhatnák az első hajnal Antal vízi emléktúra nevet? Nagyon szép létszámmal jöttek el az érdeklődők erre a túrára. Minden adott volt hozzá, hogy egy fantasztikus túra legyen. Én úgy gondolom, hogy szeptember 1-én is kiváló időt tudtunk kifogni. Nagyon jó volt mind az időjárás, és nagyon jó volt a hangulat, nagyon élvezték a részvevők minden egyes pillanatát. Még meg tudtunk állni, fürödni is egy porondon, egy szigeten, a Ludvár szigeten, Apátfalvánál. A közel 12 kilométeres távot, amely Apátfalvától a makói strandig tartott, egy óra alatt tették meg a sportszerelmesei. Az ehhez szükséges kenukat Apátfalva önkormányzata biztosította, így a rendezvényen Szekeres Ferenc polgármester is örömmel tiszteletét tette. Nagyon nagy örömmel jöttem erre a túrára is, mert aki járt már ilyen vízitúrán, az tudja, hogy teljesen más szemszögből lehet látni a Marost a vízről, mint a partról. Aki nem volt még ilyen vízitúrán, annak azt tudom javasolni, hogy próbálják ki, mert egy visszanemtérő élménybe fognak részesülni, és bizton állítom, hogy nagyon jól fogják magukat érezni. A programra baráti társaságok és családok is érkeztek. Asztalos Péter nem csak gyerekeit, de a nagyszülőket is elhozta magával. Stábunknak elárulta, többször is teljesítették már ezt a távot a Makó Kistérség Egészségfejlesztési Iroda szervezésében. Talán példát akarunk mutatni a gyerekeinknek azért, hogy ők is szeressék azt, hogy ne csak otthon üljünk, gépezzünk és kockuljunk, ahogy a mai gyerekek szokták mondani, hanem tényleg jöjjünk a természetbe, és végezzünk olyan tevékenységet csapatosan, sok felnőtte, sok gyerekkel együtt, mert ez szerintem most nagyon fontos, hogy kimozítsuk a gyerekeket ezekből a már lassan gyakorlattá vált ténykedéseikből. Nagyon jó volt a túra, én nagyon élveztem, úgy szépen komótosan, időnként gyorsítva, tehát így felváltva haladtunk. Én úgy gondolom, hogy így kényelmesen meg tudtuk nézni a környező, hát ezt a környezetet, a pákat, a növényzetet. Ez éppen a kollégáimnak meséltem, hogy milyen érdekes, ahogy így váltakoznak a színek is már most ugye fordulunk az ősz felé. A megfáradt túrázókat a Maros partján pogácsával és itallal vendégelték meg. A délutánt pedig egy közös élménybeszámolóval zárták.